két csoportban, a 10-13 évesek és a 13-17 évesek korosztályában léptek fel a fiatalok, akik közismert, könnyű zenei dallamokat adtak elő. Idén a legfiatalabb korcsoporthoz tartozókból érkezett a legtöbb fellépő. Az észrevehetően, hogy kevesebben vannak, igen, de már mint fiatalok, a kicsi, mini tinik, azokból vannak jelenkezők. Szóval én gondolom, hogy jövőre is még több jelenkező lesz. A Hallai Diana, Mezei Simona és Pakai Tibor összetételű zsűrinek nem volt könnyű dolga. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy a színpadi megjelenés, a mozgás, a tiszta éneklés is meglegyen mindenkinél. Nagyon sok szép produkciót hallottunk, nagyon sok versenyző meglepett minket azzal, hogy nagyon jól teljesítettek magukhoz képest. A zsűri döntése értelmében a legkisebbek kategóriájában Zombori Laura lett az első, aki az Így játszom című dalt adta elő. A tini korcsoportban pedig Sziveri Emesét díjazták. Először léptem fel énekléssel, eddig szavaltam. Körülbelül 7 éves korom óta énekelek, és nagyon szeretem, a zene az a mindenem. Zene nélkül nem is tudom, hogy élném túl. Ezen a fesztiválon a Margaret Islandtól az Eső című dalt énekeltem. A közönség szavazatai alapján a tordai Vukojevic Alexander lett a győztes, aki az Animal Cannibals Takarítónő című dalát reppelte el. Nem gondoltam, de láttam, hogy nagyon sokan sikítottak, legnagyobb tapsot kaptam, de nem nagyon gondoltam, hogy én leszek a közönség díjas. A rendezvényt több helyi civil szervezet és vállalkozó, valamint a magyar kormány támogatta.